Sziasztok, én Kaci vagyok, és itt van mellettem a fantasztikus Csirke. Sziasztok. És ebben a videóban ezt a Woodboxot fogjuk kibontani. 2019. decemberi. Na hát, Valentin napon vesszük fel ezt a videót. Valentin napot tetszett. Köszönöm szépen neked is. Ami azt is jelenti, hogy ahogy Csirke említette az előbb, ez egy decemberi doboz, úgyhogy... Na jó, elmondom, tehát ezúttal legalább félig a mi sarunk is. Ugyanis először is elveszett a decemberi doboz, az még nem a mi sarunk. Annyira elveszett a decemberi doboz, hogy semmi értesítést nem kaptam a postától. Ugye a woodboxokat kétféleképpen lehet rendelni, vagy futárszolgálattal rendeled, akkor 5000 valamennyi a szállítás, vagy postával, akkor 2000 valamennyi. Általában futárszolgálattal rendeljük, de most a legutóbbi két doboznál kipróbáltuk a postát, ránéztünk, hát ha javult valami ez a remek szolgáltatás országunkban az elmúlt időszakban. Az első csomag az megérkezett gond nélkül, hosszabb ideig tartott, amíg kihozták, mint hogyha futárra rendeljük, mert ott tényleg a kiküldés után pár nappal már csönget a kislány, de megjött. Na, a második nem. És januárban én már elkezdtem levelezni a woodbox-szal, hogy van egy kis baj. Ugye ilyen paráink régebben a loot crate-tel voltak, és ott pillanat alatt újra elküldték, nem volt semmi gond. Woodboxnál ez kicsit macerásam, ugyanis nyilván először elküldtek, hogy járjam le a szokásos köröket, hogy beszéljek a postával, érdeklődjek, akkor nekik is el kellett magyaráznom, hogy a magyar posta úgy működik, hogy kockás füzetekbe írják grafitceruzával a dolgokat, és bármilyen csomagra csak úgy tudnak rákeresni, hogyha az megkapta a magyar postai azonosítószámát, amit akkor kap meg, amikor neked kihozza a postás, és egy kis értesítő rajta van ez a szám. Hogyha nem hozza ki a postás, akkor nincs magyar postai azonosítószámod, és mivel a magyar posta nem tud néve vagy cím alapján csomagra rákeresni, ezért nem tudják megnézni, hogy a világban hol jár a csomagod. Ezt így leveleztem. Nagyon nehezen megértették, és akkor jött az, hogy ő jó, elküldik újra, de én kézzel írva és beszkennelve küldjek nekik egy angol nyilatkozatot arról, hogy polgári jogi felelősségem teljes tudatában kijelentem azt, hogy nem érkezett meg a csomag, és hogyha hazudnék, akkor minden következményt vállalok. Hát vállaltam! Úgyhogy szépen az undorító kézírásommal ezt levéstem, nekik elküldtem, és akkor megérkezett így a csomag. Viszont annyi történt, hogy én durván két hétre teljesen kiestem a munkából, azért is nem írtam GS-ra, ugyanis megszületett a második korony. Köszönöm szépen, és akkor nyilván két hetet otthon maradtam vigyázni a babára és a mamára, és akkor ezért csúsztunk egészen idáig az unboxinggal. Ja, most már, hogy minden háttérinfót tudtok, gyorsan essünk is neki. Na, most, hogy kiderült, hogy a gyerek hibája, hogy nem volt egy dobozbontó videó, most már nézzük meg, hogy mi van ebben a woodboxban. Tudjuk, hogy mi a téma, vagy itt van téma, vagy? Van téma, nem tudom már, hogy... Olyan rég bontottunk. Igen, de mindjárt kiderül. Nekem jó lesz, mindegy. Universe. 2019. december is Universe. És rögtön ki is halászom. Az van ráírva, hogy Woodbox Express denies all responsibility in case of lethal content. Do not shake to prevent any damage or leak. Do not eat, do not shoot. Fragile and unsafe. Megvan, hogy miért nem hozta ki a magyar posta. Fú, a... Jó, akkor most ezt is elmondom, mielőtt még ezt kinyitjuk. Volt nekem egy olyan mellékprojektem, amit kitaláltam még Kacival és Dévvel, illetve én kitaláltam és megpróbáltam rábeszélni őket. Amikor felvetettem, akkor még azt mondták, hogy tök jó ötlet, utána viszont nem voltak hajlandóak semmilyen szinten részt venni benne. Kitaláltam egy új csatornát, a The Horse Channel-t, röviden THC, amiben lómaszkokban adtunk volna elő különböző dolgokat, és nyilván nem beszélve, mert akkor lovak vagyunk, hanem nyerítve. És ezért én rendeltem
az Amazonról 3 darab különböző színű ló maszkot, amit a Magyar Posta megtagadott kihozni, de ott volt már a futárnál, és megkaptam az értesítőt, hogy veszélyes csomag, és ezért nem hozzák, és ezért külön az Amazonnal kellett telefonálgatnom, hogy ők elmagyarázzák a Magyar Postának, hogy ezt ki lehet hozni, ez azóta is a Spejzonban van, mert a srácok szemetek. Szép. Még jó, hogy ez nem volt egyébként kirakott tényleg a dobozra, mert az van ráírva, hogy csak és kizárólag szigorúan a megnevesített címzetnek lehet átadni. Vigyázni kell arra, hogy ki ne folyjon belőle valami, mert tartalma az mindenféle bajokat okozhat, akár kiütéseket, akár a motorikus funkciók elvesztését. Úgyhogy ha ezt valaki elolvasta volna és komolyan veszi, akkor ez... nem a csomag érkezett volna meg, hanem a tech. Jó, most már tényleg mindjárt megmutatom, de még egy nagyon gyors sztori. Nagyon hosszú ideig masszívan Magic-eztem, most már csak az arénában játszok online, de hosszú éveken át a rendes papír alakú Magic-et is toltam, és egy ilyen kis fém kártyatartó dobozkába hordtam magamnál mindig az Infect deckemet. És nagyon sok évvel ezelőtt még be akartunk menni valami szórakozó helyre a pajtásokkal, és a Beastier átkutatta a táskámat, megtalálta ezt a fém dobozt, kérdezte, hogy mi van benne. Hát mondom, ez egy Infect deck. Infect, mi az az Infect? Hát mondom, ilyen mérgező. Mérgező? És majdnem már levittek a földre, amikor mutattam, hogy de hogy kártya. Na. Csak a hátát megnéztem, mielőtt megmutatod, most már húzzuk az időt, hogy itt fel van tüntetve 5 logó. Az egyik a Gazorpazorp, ami, hát a tippelnem kéne Rick and Morty, bár én nem nézek Rick and Morty-t. Van rajta egy Alderaan, úgyhogy Star Wars. Van rajta egy Caprica, ami Battlestar Galactica lehet. Itt van rajta egy Vulcane. Star Trek, na, nagyon jó, hogy itt vagy. Meg van rajta egy Earth, az bármi lehet valójában. Úgyhogy megjárt tényleg az egész univerzumot. Na nézzük! Na, holó! Fura betűkkel Egy Rick and Morty póló. Egy ilyen fejjel lefelé is hordható póló. Vagy nem tudom. Miért hordható? Hát mert így is egy fej, látod? Igen. Na, én ennek már meg tudom most mondani neked a helyét. Mazur lett a családnak még egy pólója. Nem kell menni vásárolni. Rick and Morty. Hivatalos. Szép. Adult szímes. Officiál. Hát elles, úgyhogy... De lenőnek a gyerekek. Már nem akartam semmit főnök, hogy nem a szemtelenkedni akartam. Szóval, ja, már egyre több ilyen pólónk van, ami ez a fekete-fehér-piros design. Nekem ez még mindig tetszik. Igen, ez ilyen mindig betalálnak vele. Ez ilyen jó cím. Ja, a szokásos tök anyagminőség. Fassa. Kérdezem, én nem lehetettem hagyni. Na, mi van még? Megvan a Star Wars része is a csomagnak. Ez egy Poe Dameron pop figura. Amúgy a pop figura gyűjtők mennyire gyűlölhetnek minket, kibontjuk őket itt egy videóban. Jaj, a pop figura gyűjtők írjanak a ghajdúkok az GameStar.hu-ra, mert még mindig van egy eladó Rita Repulsa. És ez Bubblehead. És ez Bubblehead ráadásul, úgyhogy így mozog egy kicsit a feje. Amúgy egy borostás Poe Dameron blasterrel a kezében, kis Star Wars logó van az elején. És mennyivel jobb ez is, mint a Rita Repulsa. Made in Vietnam. Úgyhogy az nem a fertőzött, ugye? Ja, és a szedben van itt még Rey, Kylo Ren, Skywalker, Leia, Maskatana, General Hux, ki ez a Snap Exley? Valamelyik X-Wing pilóta, FN-2199, ugye akivel harcolt a Finn, az a rohamosztagos, és még két fura fazon a Maskatanának a palotájából. Maskanata, bocsánat. Nice.
kérdés. Nem tudom, hogy fixen mindenki pót kap-e, vagy azért itt a woodboxoknál ezek a figurák randomok szoktak lenni, és az adott szedből tartalmaz valakit, és ezek a figurák közül azért szerintem ez egy felső polcos. Na. Nem annyira örültem volna, hogyha megkapjuk ezt a piros fejű azt a furát, igen. Valakit, igen, a maznak a branchjéből. Hát nem egy Luke Skywalker, de... Nem egy Luke Skywalker, de ez a csöves Luke Skywalker, tehát ez a szakállas öreg néz ki a fejéből Luke Skywalker. Na mi van eddig mi? Eddig jó. Eddig jó. Nem. Jó, megvan a te cuccod is, és ezt akkor bontsd ki te, mert ez egy Battlestar Galactica Titans vinyl figure, ami random, gondolom. Izgatott vagyok. Izgatott vagyok. Legyen benne a... Na ki? Hát... Boomer. Boomer. Boomer legyen benne. Csókolom. Semmit nem tudok a Battlestar Galacticáról, úgyhogy azon ki, hogy Kaci széttépi a csomagot, undorítom mondani. Na és még mindig nem tudjuk. Ez még bármi lehet. Megnézem, hogy melyiket akartad. Nem Boomer, nem Boomer. De így se rossz. Ez egy Cylon. Méghozzá a modern Cylon, szerintem. Nem, mert van rajta vér. Ez hát nincs is rajta a dobozon. Hát ez egy véres modern Cylon. Véres modern Cylon. Nice. Én nagyon szeretem a Battlestar Galacticát, úgyhogy örülök ennek. Na ez már Kínából jött, de bevonzaskózó, úgyhogy szerintem... Reméljük a legjobbakat. És azt mondja, hogy 360 fokban forog a feje. Ezt te próbálod ki. Hát én ezt nem merem. Hát pedig ezt írja. Szóval de a kis galériától ez nem tud forogni. Hát de akkor is azt írja. De ez egy mocskos hazugság. Ezt eltörni lehet. Én nem akarom ezt eltörni. Mozog egy kicsit a galéria. Jó, nem fogjuk forgatni. De hát rá van írva, 360 fok rotating heads. Nem lehet, hogy nézzem. Ah, akkor ez, várjál, akkor ez nem a modern Cylon, ha ezen vér van, hanem ez a kérdőjeles Cylon, ami a legritkább ebben a csomagban. Oh. Mert hogy ilyen 1/18 eséllyel vannak dolgok, és van, ezek a ritkák azok, amik 1.36-osak. Aha. Meg a Gold Cylon. Zsír. Na, a legritkább Cylon Cylon. Na, hogy ezeket nem tudnám amúgy gyűjteni. Veszel 8-at, az mindegyikbe Gaius Baltar van. Jelentsen ez bármit is. Én örülök a Cylonodnak, kacus. Én is. Nem tudom, hogy Merci mennyire fog, de... Van itt még a Star Trek vonalon egy Starfleet Division Badge Command. Lehetett volna még Silence, meg Operations, de hát azok bének. Egyértelműen Commander akarsz lenni. És? Milyen jó, hogy készültél ollóval. Ugye? Jöhet most már így a következő Star Wars vetítés, hogy még a Command Badge-et is felrakod. Az milyen jó! Ezt meséld el adni. Az a hétnek a vetítésén voltunk? Azt hiszem. Talán igen. Amikor Csirke megjelent egy nagy Star Trek pólóban, de hogy így a legnagyobb Star Trek logó volt rajta, meg nem tudom micsoda, és jött oda a Stöki a vetítés után, azt hiszem, hogy láttátok a hülyét, aki Star Trek pólóba jött, és mondta, aha, velünk van. Sorry. Nagyon szép. Na, ez egy ilyen mágneses fém cucc, úgyhogy simán fölcuppan a pólóra, ez nagyon király. Nem kitűző, úgyhogy nem cseszi szét a pólódat, ilyen mágneses cucc, ez atom menő. A pacemakeredet talán, de... Igen, azt lehet. Pacemakerben ne akarjál Commander lenni, gondolom. És még egy kis pinünk van, ami pedig egy Rick and Morty-s. Rick and
ilyen kis, nagyon stílusos zöld takonyportál, és előtte a fekete sziruettje van Ritnek és Mortinak. Akkor azzal gazorpazol? Gondolom. Így kizárásos alapon. Gondolom. Aha, most már végére értünk, úgyhogy csapasd. Na, szóval a... Igen, Lego Star Wars pop figura 15 euró, Rick and Morty póló 20 euró. Na, itt a képen viszont más van, úgyhogy akkor igen. Random volt, hogy melyik pop figura van benne. Igen, ott egy Han Solo van. Aztán a Star Trek Insignia Badge 15 euró, Battlestar Galactica Titans figurine 7 euró, illetve az exkluzív Woodbox pin, amit még 4 euróra becsülnek. És hát megint nem mi nyertünk. Sosem mi nyerünk, pedig... Vagy de, és azért húzta be a postát. Igen, amúgy lehet, mert volt benne egy Nintendo Switch, egy Tris Marigold figura, egy Apple Watch 3, egy Asterix és Obelix XXL 3 Le Menhir de Crystal Collector Edition. De szépen mondtad. Bármit is jelentsen ez. Illetve... egy ilyen menő piros Stormtrooper helmet. Úgyhogy hát azt nem mi kaptuk, de annyi. Azért nem mi kapjuk, mert soha nem csinálunk ilyen képeket, hogy... Pedig megnéznének amúgy így felhajtott pólóban. Figyelj, hogyha ez az ára a Tris Marigold szobornak, akkor én felhajtom a pólómat. Azon nem olyan. Jól van. Hát örülök, hogy megérkezett. Örülök, hogy egész fasz a cuccok voltak benne. Igen. Szóval a popfigurákat mindig szeretjük, főleg, hogy ez ilyen kis bubblehead. Szerintem ez a BSG-s dolog is. Főleg, ha nem popfigura, hanem Q-fig. Főleg, de mindegy, ebben nem menjünk bele. A póló megint csak tök jó néz ki, te végre kommandant lettél. Úgyhogy szerintem királyság. Abszolút, abszolút. Ja, úgyhogy nekünk tetszett, írjátok meg, hogy nektek tetszett-e, nem tetszett, rendeltetek-e mostanában dobozt, ha igen, akkor milyen menő dolgok voltak benne. Ha pedig most szeretnétek rendelni, akkor lent a leírásban van a kis linkünk, amit hogyha lekattintotok, és ez az első rendelésetek, akkor 5 euró kedvezményt kaptok a dobozból, és nem titok, hogy azt az 5 euró kedvezményt mi is megkapjuk a következő rendelésünkből. Tehát két kedvezmény. Nektek is jó, meg a csatornának is segítetek, hogy még tudjunk ilyen dobozokat bontani. Ilyen kedvezményekből kijön az is, hogy futárra rendeljük, és megjöjjön tényleg. Akár. Úgyhogy nektek is jó, nekünk is jó, ha akartok dobozt rendelni, akkor itt a lehetőség. Mi most minden esetre nagyon szépen köszönjük a megtisztelő figyelmet. Ha tetszett ez a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, meg iratkozzatok fel, meg nyomjátok maga a kis csengőt, és akkor kaptok értesítést nem csak a dobozbontós videókról, hanem az összesről remélhetőleg, ha a YouTube is úgy akarja. Úgyhogy köszönjük szépen, hamarosan újra találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!